Ez egy rendezvénysorozat megnyitója alkalmából. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Debrecen város küldöttségét, és hát ez az évvíz Balatonfüreden Debrecenről szól. Azt gondolom, hogy hála Istennek, szeretettel köszöntöm én is, és megkövetkezett a Halász János urat, köszönöm képviselőt, Debrecen alpolgármesterét. És külön tisztelettel köszöntöm államtitkár urat, Kovács urat, aki megtisztelte rendezvényünket jelenlétével. Ismét elmúlt egy év, és ismét várjuk a balatonfüredi borheteket, amely borhét, vagy borhetek már három hetet magukba foglalnak. Elég nagy vita előzte meg azt, hogy szabad-e három hétig elnyújtani egy borhetet, vagy nem szabad. Voltak ellenzők, voltak támogatók. Én azt gondolom, hogy a balatonfüredi borhetek egy olyan turisztikai termék, ami önmagában vonz embereket. Rengetegen jönnek csak a borhetek kedvéért Balatonfüredre, rengetegen veszik ki a szabadságukat arra az időre, amikor a borheteket rendezzük. Az elmúlt napokban készítettünk egy felmérést, amely, hogy jó az, hogy három hétig tart a borhét. 100 emberből 23 ember volt közömbös, azt mondta, hogy mindegy. 7 ember mondta azt, hogy hát ő nem támogatja, hogy három hétig tartson a borhét. 70 ember, tehát a markáns többség meg azt mondta, hogy hát ő szeretné, hogy a három hétig tartana a borhét, de leginkább azt szeretné, hogy egész évben Balatonfüreden borhetek rendezvénye sorozat legyen. Hölgyeim és uraim, én nagyon szeretem a balatonfüredi borheteket, mert a borheteknek azt gondolom, hogy lelke van, vagy lelke kell, hogy legyen. Nem szabad egyszerűen csak kereskedelmi célokat betöltenie a borheteknek, és nagyon szépen kérem a gazdákat, hogy úgy kezeljék a balatonfüredi borheteket, amely nekik egy óriási lehetőség, hogy tényleg ennek a rendezvénynek lelke legyen. Lelket pedig a jó műsorok, a jó programok mellett a gazdák, a személyzet tud adni. Úgy fogadjuk a vendégeket, úgy kóstoltassuk a vendégeket, hogy ők érezzék azt, hogy ez a borhét őértük van, érezzék azt, hogy a borhét miattuk került megrendezésre. Rendkívül fontos az, hogy valamennyien jó szájízzel távozzunk innen a balatonfüredi borhetek rendezvénysorozatról. Hölgyeim és uraim! Jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő három hétben. Érezzék magukat nagyon jól itt Balatonfüreden. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket!